Szeretném a lelkes Rolit megkérni, hogy jöjjön ki a színpadra. Foglaljatok helyet. György Deán és Kövesi Róbertnek köszönhető, hogy elkészült ez a film. Azt hiszem, hogy óriási értéket teremtettetek azzal, hogy ezt megcsináltátok. Nem tudom, hogy jól értesültem-e, de úgy tudom, hogy a dolog szerint csak egy véletlennel kezdődött, mint mindig, hogy amikor a kocsma bezárt és a Facebook üzenet érkezett erről, akkor valaki észbe kapott, hogy itt akkor valamit csinálni kell. Jól mondom? Hát azért nem egyszer volt, hogy egyszer más volt, mert én azért tudtam arról, hogy ez is a kocsma be fog zárni, és akkor elmondanám egy kicsit egy személyes történetet ehhez, ami egy kicsit az Urániához is kötődik, mert 80-as években lejártunk a Wichmann kocsmában. Tehát tényleg egy tínédzserek voltunk, de már szerencsés tínédzserek, akik megmerülhettek az underground élet, hiszen ez egy központi helye volt az underground életnek. Valahogy ez ott kialakult, tényleg szájról szájra terjedt, bár nekem, amit mondani szeretnék, egy ilyen személyesebb vonalban, mert ide jártam a Madács gimnáziumba, és mi is most már mondhatom, hogy szavizgatoztunk, és az Ákossal, a Tamás fiával is volt szerencsénk együtt dolgozni, már akkor. És hát az Urániához is, ami egy nagyon méltó helye ennek, hogy a Tamástit ünnepeljük, és nagyon köszönöm az Urániának. Két évvel ezelőtt volt itt egy filmbemutatóm az 56-os forradalmárdőkről, és ott is elmondtam, hogy nekem különösen érdekes ide visszatérnem, hiszen nekünk a Madás gimnáziumból mindig itt tartottuk az április 4-i ünnepélyeket, meg a november 7-i ünnepélyeket, és azt gondolom, hogy ez a hely is megérte azt, hogy ilyen méltó filmeket lehet most már ide visszatérni, úgy az 56-os forradalmárdőkről, mint most a Tamásról való portréfilm, ami a egyetlen méltó helye a Tamás legendájának. Úgyhogy ezt külön köszönöm. Tehát én értesültem a kocsma bezárásáról már egy kicsit előbb, úgyhogy ezt forgattam már a fejemben, amikor megkerestem a Leát. Akinek mennyi ideje volt arra, hogy összeadja a lehetőséget ahhoz, hogy ez a film megszülessen? Hétfő napon elhívott a Rodi, amikor éppen a Balatonon voltam, hogy le fog állni jövő azt követő héten a kocsma, hogy van-e valami lehetőség, van finanszírozás, hogy akkor forgassunk. Én mondtam neki, hogy igen, van, ha kedd délig beadjuk a pályázatot. Mondtam, hogy semmi gond, átküldte az anyagot, én gyorsan megcsináltam, beküldtem. Pénteki napon már behívta a bizottság, és megisítették az első támogatást, ami csak a forgatása, tehát a kocsmáról szólt. Ez olyan támogatás volt, hogy olyan filmet adták, ami egyszerű, igenis város, hogy egyszerű. Mikrofonba beszélt, kérdés, és akkor jobban a történet volt. És akkor hogy bővült ki a film? Utána befejeztük ezt a forgatást, kötelesek voltunk pályázni a dokumentumfilmes részhez a mecenatúrához, és sikeresen eljutottunk a első fordulón, a második és a harmadik fordulón pedig megítették a támogatást. Ez történt 2019. 18 évén, vagy 19 évelején. És mi 19-ben kezdtünk rögtön januárban felhívtam a Tamást, hogy akkor szeretnék vele újra találkozni, és hogy kezdjük el a dokumentumokat is forgassunk. Egyáltalán nem volt könnyű dolgotok, mert azért itt mondjuk az, hogy 50 évet kellett visszapörgetni. Ugye a kocsma volt az egyszerű, mert ott legalább az utolsó alkalommal és a bezárás után egy kicsit lehetett még dolgozni. Na de egy ilyen sportkarriert felgöngyölíteni, úgyhogy ahhoz archív felvételeket szerezni, vagy ahhoz beszélgető partnereket szerezni, felgöngyölíteni olyan dolgokat, amiket esetleg eddig még nem lehet könnyű. Nagyon
kutatónkkal, Tamás segített benne, tehát ötleteltünk, hogy kik azok a legfontosabb, talán a legfontosabb személyek az életében. Ugye a személyes életében, mint a sport, karrier tekintve. Úgyhogy szépen összeállt, de mindig bővült, még forgassunk, mindig, és már nehéz volt szelektálni, hogy tényleg kikerültek be, aztán a fiúkban, mert még két tucatot lehetett volna, akik méltóak lehettek volna arra, hogy ebben a filmben részt vegyenek, de hát sajnos az 50 perc ennyit engedett, ők a legfontosabbak. Úgy tűnt nekünk és a Tamásnak egyeztetve, hogy ők a legfontosabbak, akik aztán végül is szerepeltek a filmben. Akit mindenképp szerettük volna, az a Pacajki Iván, és nagyon szerencsés volt, hogy éppen átutazóban volt Magyarországon, és elcsíptük. És így ő is bekerülhetett a filmbe? Ő is bekerülhetett. De ha ott voltál végig a forgatásomat, egyrészt egy belső munkatársként, másrészt pedig kicsit kívülállóként végignézve, hogy ez milyen érzéseid voltak, és ezt azért kérdezem, mert sportolókkal forgatni, sportolókról forgatni, részben nagyon könnyű, mert nagyon fegyelmezettek tudnak lenni, részben nagyon nehéz, mert elképesztően felszabadultak tudnak lenni, és ezért nagyon nehéz a fegyelmezettségük ellenére és keretek közt tartani őket, kívülről végignézve ezt a forgatást, milyen élményei, érzései voltak. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat jött össze, akik forgattunk. Tehát az operatőr, a másod operatőr, technikus, drón operatőr, meg hát a rendezőt mondjuk vele kellett elnézést, de az intervallanok is, akiket kiválasztott a Robi, hogy meg közösen meg kikkel forgassunk. Mindig megpróbáltunk egy megfelelő helyszínt felkutatni, hogy forgassunk az MTK telepén, a Népszigeten, vagy a sportmuzeumban, a Kajakkenu Szövetségnél, és az volt a legjobb érzés, hogyha bárki felhívtam, hogy szeretnénk beleforgatni, erről van szó, keresünk egy helyszínt, hogy tudja nekünk biztosítani, soha nem volt az, hogy azt mondta, hogy nem. Mindenki azt mondta, természetesen, mikor szeretnénk jönni. Inkább itt az volt, hogy minden hamarabb forgassuk le a dokumentumfilmet, kb. 4 hónap alatt, két hetet tudtunk forgatni. Mindig az volt, mert egyszer, hogy Tamással egyeztessünk. Tamás jó lesz, jó, ráérünk, hogyan, hogy vagy, figyelembe véve, hogy azért oda kellett figyelnünk, hogy írja azért a forgatást, egy-egy napos forgatásokat. De végig úgy érzem, hogy a Tamás is jól érezte magát a film elkészítéssel folyamán. Elképesztően színes személyiségről beszélünk, akinek egy hihetetlenül színes életútja volt. Te láttad őt apukaként, láttad őt edzőként, láttad őt a kocsmában, ahogy tevékenykedett. Mi az, ami a legjobban megmaradt? Hát ez az örök fiatalság. Én azt láttam, hogy ez egy belső tűz, ami... És egy nagy bohóc. Én azt láttam, hogy pillanat alatt tud váltani, tehát a mindennapok gondjaiból, vagy a betegségéből adódóan, ugye többször volt, hogy éppen egy kezelés után volt. És mégis azt láttam benne, hogy egy nagyon nagy túlélő, tehát egy ilyen... Tehát ez másképp valószínűleg nem is lehet. Én nem vagyok sportoló, de valószínűleg a sport sikereit is ezért tudta elérni, mert hit benne, és volt egy ilyen belső hite ereje, ami átemelte a gondokon, a nehézségeken, minden napok nehézségein, vagy a sport teljesítmények lehetetlenségein is, és tudta teljesíteni mindig önmagához és a világhoz képest. Én azt láttam, hogy ez tényleg csak így lehet. Ezzel a hittel, vidámsággal, örömmel, ami a hitből fakad. Tehát ha hiszünk valamiben, akkor ez átemel, és akkor sikerülnek a dolgok. És neki, Tamásnak minden sikerült így az életben, azt láttam. És a családdal is láttam, ami nagyon szépen kiegyensúlyozott életet tudott
Amikor az ember készít egy filmet, akkor legalább a végére azért azt már tudja, itt is korban néhány tanulság, amit hallottunk a mai napon, ez a rövid idő alatt, hogy ki az ennek leginkább tudja ajánlani ezt a filmet, és miért? Ti ezzel kapcsolatban mit gondoltok? Én úgy gondolom, hogy mindenkinek. Mindenkinek, a gyerekeknek is, mert példát tudott mutatni életében, és megpróbáltuk a filmben mindezt tükrözni, megmutatni, hogy milyen küzdés, küzdelem állán, hova jutott el, hogyan tudott apa lenni, dolgozott, mint szakács, mellette tudott sportolni, és mégis küzdött, és küzd a mai napig az életében, tehát azt látjuk most is, hogy igen, küzdeni kell, mert az a lelletén a célokat. Igen, mert egy baleset, gyermekkori balesetből így ki tudott jönni, tehát nem is tudom, hogy ez külső segítség nélkül van lehet. Talán az anyukája biztos, hogy nagyon mellett állt, és ezért tudom ajánlani én is szinte minden korosztálynak tényleg, hát a tínédzserektől a végig, tehát emiatt, hogy van remény, van, semmi sem lehetetlen. Én nekem ezt fogott meg, és én minden munkámban próbáltam ezt, például az 56-os filmben is, hogy semmi sem lehetetlen. És én nekem ez a film mondani valója, még mindig, hogy győzni kell, vagy a győzelem napját elérni. És ez talán benne van egy kicsit ebben a filmben, ha úgy jobban odafigyelünk. Ti jobban ismeritek a filmes világot, mint azt hiszem bármelyikünk, aki itt ül, ezért érdekelne a véleményetek arról, hogy vagyunk itt most 300-an az Uránia Filmszínházban. Nyilván azért vagyunk itt ennyien, mert ez a film a Tamásról szól. Amikor elkezdtek egy ilyen filmet, akkor mi az, amire számítottatok, hogy milyen érdeklődésre tart ez számot, és mi az, amit most erről a dologról gondoltak? Hát a legenda miatt, a kocsmai legenda miatt is biztosak voltunk benne, hogy ez legalábbis Budapest-szerte biztos, hogy nagyon sok embert érdekel. Több korosztályt. De hát a Tamás miatt is, tehát egy ilyen példaértékű sportkarrier, meg emberi karrier, ami ugye kapcsolódik sokféle más tevékenységhez, más premisszákhoz, művészetekhez, művészi élethez, akik oda lejártak a kocsmába, a zenészektől, a képzőművészekig, politikusokig, az említett szamizdatosokig. Tehát ez nagyon széles rétegeket érint, ezért ebben biztosak voltunk, és szerintem még lesz talán még bemutató ennek a filmnek, mert én biztos vagyok benne, hogy sokakat érdekel. Lea, mit szólsz ehhez, amit itt látsz? Számítottál erre, amikor azon a napsütéses balatoni napon elindult a telefonálgatás? Nem számítottam. És arra számítottam, hogy elkezdjük ezt a munkát, és van egy olyan emberről szeretnénk készíteni, és olyan emberről ezt bemutatjuk a kocsmát, és hogy a Tamás. Én arra számítottam, hogy véghez szeretnénk ezt vinni, Robival közösen, létrehozni ezt a dokumentumfilmet, ami mindenkinek szól, és innentől most már azt érzem, így hogy készült a film, ilyen nagy közönség előttünk mi most, előttünk a Tamás volt, hogy sokakat szívig majd össze fog egy szorítani, ha majd látja nekem a láttam, és ezért várjuk a véleményeket, hogy mozgatott meg ez a film. Hát ez egy ilyen este, azt hiszem, hogy csodálatos szerencsénk volt azzal, hogy a Tamás itt tudott tölteni velünk fél órát, még annak ellenére is, hogy egy kicsit másképp alakult a mai napi programja, mint ahogy tervezte. Sírtunk már egy kicsit itt a mai napon, én kapaszkodom a mikrofonomban még most is, de azt hiszem, hogy fogunk még sírni, és talán ez jó is lesz, én valóban láttam ezt a filmet, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok mindent visszaad a Tamásból, a civil életéből is, és a sportolói pályafutásából is, azoknak is, akik, mint én gyerekkorokban televízión keresztül láthatták, azoknak, akik
néha találkoztak vele, talán a vízitelepen, és akár kaptak egy-egy jó mandatot, és hát azoknak, akik nálam, vagy sok mindenkinél sokkal többet tudnak róla, arról, hogy mit tudott ő nyújtani barátként. Én kívánom, hogy nagyon jó érzéssel nézzük meg együtt ezt a filmet, és azt kívánom, hogy mindig, amikor ráemlékezünk, akkor a lehető legszebb és legvidámabb képre emlékezzünk, akár ebből a filmből is, amelyet most magasabban láthatunk, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött a Tamás nevében is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgathatok, hogy végighallgat a Tamás nevünket, és azt szeretném mondani, hogy február 2-án kerül a Duna TV-n bemutatásra a film. Pontos időpontot még nem tudom. És azt szeretném, hogy fogalmat szállítani. És hát reméljük, hogy sok egyébként is látható lesz ez. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, köszönöm a beszélgetést. És hát akkor szerintem a székek és az asztal lekerül innen, és a szárkezetek is a legjobb, és ebben megkérek egy kis segítséget. Széles váró, vagy a fájó,